A vásárhelyi születésű I. és Lénárt alkotó társával, Formanek Csabával egy különleges előadással tér vissza vasárnap este a Bessenyei Ferenc Művelődési Központba. Az elmúlásról szóló darab az általában tabuként kezelt téma elfogadását hirdeti. A Halottas könyv című előadást mi más, mint a tibeti halottas könyv ihlette. Pontosabban az a része, amikor a szentember felkeresi az elhunytakat, hogy mellettük különböző szövegeket olvasson fel, ezzel is segítve utazásukat egy új világba. Alapvetően az a lényege, amikor a szentember azt mondja halottnak, hogy itt voltál, menj innen. Jó, hogy el voltad, engedd el azt, ami körülötted van, hogy tovább tudjál lépni. És itt ilyen szempontból mi gyakorlatilag erről tovább lépésről és a halálról csináltunk egy előadást, három részből áll, egyben fog menni az előadás, de három különböző halálesetet fog elmesélni ez a történet. A mű első cselekményében egy öregasszonynak és ápolójának kapcsolata bontakozik ki, a másodikban egy öregember találkozik egy fiatal anyával, a harmadik részben pedig két szerzetes utazik a köztes létösvényein. A darabnak nem csak a témája szokatlan és tabudöntögető, hanem előadása is, hiszen szöveg nincs, a történet a cselekmények egymás utániságából áll össze. Valamennyi szerepet Formanek Csaba és I. és Lénárd alakítja. Azt szeretném igazából üzenni az embereknek ezzel az előadással, hogy ne féljenek szembesülni olyan zsigeri dolgokkal, mint a halál, tanuljanak belőle. Mindenkinek ajánlom például elolvasásra Balázs Béla Halálesztétika című esszéjét, ami például arról szól, hogy a halál az a bizonyos végpont, ami azért kell, hogy létrejöjjön, hogy nagyobb értéke legyen az életnek. A vasárnap este 7 órakor kezdődő előadás után a nézők arra is lehetőséget kapnak, hogy az alkotókkal megosszák saját gondolataikat és véleményüket a témáról.